A kereszt az összetartozás és a béke jele. Legalábbis ezt állítja a máltai és a Szent László lovagrend. A tiszanánai hősök terét vasárnaptól egy 7 méteres kereszt díszíti, mely egy németországi templom felújítása során került a német-máltai szeretetszolgálathoz, akik a délhevesi községnek ajánlották fel a feszületet. Wir haben dieses Kreuz hier hingebracht von Deutschland, Kreis Paderborn. Es soll ein Zeichen sein für Paderbornból érkezett ez a kereszt Tiszanánára. Elég kalandos útja volt az ide vezető úton. Azzal a célra hoztuk ide, hogy ennek a közösségnek legyen tere magába szállni és egy kicsit lelkileg feltöltődni. Den Glauben zu verstärken und so weiter und so fort. A máltai lovag, aki Tiszanán a díszpolgára is, egyben elmondta, hogy felekezeti hovatartozás nélkül többen is megjegyezték, hogy a kereszt jó helyen van a faluban. Több rendezvényt is szeretnének a feszülettel díszített téren tartani, például a Szent László lovagrend tisztújító és avató eseményei is ott történnének. A kereszt favorítását tiszanánai polgárok faragták és tették rendbe, így a végleges formáját már a közösség erejével nyerte el, mely természetesen az egyik célja is a szakrális tárgynak.